Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A hőségben akár 50 fokra is hevülhet az autó, 10 perc is elég a tragédiához. A Duna mentén viszik a békelángját, 3000 kilométert futnak a Peace-Run önkéntesei. Szezonnyitó kitelepülés, idén is meghirdeti nyaralókártya programját a rendőrség. 18. Váraljai Kugló Fesztivál, tésztát is dagaszthattak a résztvevők. Tragédiával végződhet, ha a leparkolt autóban akár percekre is bent hagyjuk gyermekünket vagy kisállatunkat. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság felhívta a figyelmet, hogy az élő lényekre elsősorban a kiszáradás és az eszméletvesztés, az értéktárgyakra pedig a túlhevülés jelentheti a legnagyobb problémát. Ez az a kis busz, melyben 8 órán át bent felejtettek egy 4 éves lányt Tomaj Monostorán. A mentők legalább 1 órán át küzdöttek azért, hogy a kiszáradt, magatehetetlen gyermek állapotát stabilizálják. Ezután mentőhelikopterrel kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Sokan szélvédőtakaró fóliával próbálják megóvni autójukat attól, hogy annak belső hőmérséklete felmelegedjen. Debreceni Né Farkas Edit, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, egy esetleges hőguta több szakaszban játszódik le, mely extrém esetben eszméletvesztéssel vagy halállal is végződhet. A nyári szünet beköszöntével, illetve a jó idő megérkeztével nagyon fontos, hogyha parkoló autónkat leállítjuk tűző napon, akkor nagyon rövid időn belül az utastérben extrém magas, akár 50 fok fölötti hőmérséklet is kialakulhat. Ezért elkerülhetetlen a figyelmeztetés, hogy sem embert, sem gyermeket, idős szemét, illetve élőállatot ne hagyjunk az autóba őrizetlenül, még rövid időre sem. Ugyanis nagyon rövid időn belül 10 perc alatt akár 10 fokot is melegedhet az autó hőmérséklete, ami nagyon hamar hőguta kialakulásához vezetett. Hozzátette, nagyon fontos, hogy az autót újnyira leengedett ablakok mellett lehetőség szerint az árnyékban állítsuk le. Ha valaki tűzőnapon hagyott embert, állatot lát autóban, mindenképpen segítségére siessen, kérdezze meg, ha még lehet vele kommunikálni. Ha bezárják, ne adj Isten, gyermekkel az autót vagy élőállattal, akkor mindenképpen próbáljunk meg, vagy a diszpécser szolgálaton keresztül az autóhoz tulajdonost keresni, vagy mindenképpen a 112-es számon kérjünk segítséget. A rendszám megadásával a tulajdonost kollégáink felkutatják és az autóhoz küldik. Vészhelyzet esetén emberélet megmentése céljából akár ablakbetöréssel is segíthet a rendőrség a bajba jutottakon. A béke folyójává szeretnék avatni a Dunát, ezért futnak most a Peace Run önkéntesei 10 országon keresztül 3000 kilométert a békelángjával a kezükben. A világ legnagyobb váltófutása június 15-én érkezett Magyarországra, és az utolsó előtti állomása a Bátaszéken volt. A mozgalom célja, hogy tudatosítsa az emberekben, ha mindenki tesz egy lépést a béke felé, akkor szebb lesz a világ. A világ legnagyobb váltófutása érintette Bátaszéket kedden. A békefutás elnevezésű kezdeményezést 1987-ben indította el Sri Chinmoy, hogy erősítse a különféle nemzetek és kultúrák összetartozás érzését. Csak Európában 24 000 kilométer hosszan, 49 országon áthaladó útvonal alakult ki a közel 35 év alatt. A futók a békelángját is magukkal viszik az úton. Az idei év alkalmából egy különleges célt tűztünk ki magunk elé, mégpedig nem mást, szeretnénk a 3000 kilométer hosszú Dunafolyónkat békefolyóvá nyilvánítani. Mi erre úgy tekintünk, mint egy 3000 kilométer hosszú ima a békéért, amit fáklyával a kézben végzünk. Így hát az idei futás Németországból a Fekete-erdőből indult, és a Fekete-tengernél ér majd véget. A magyarországi szakasz Esztergomnál kezdődött, Pap Védisa is itt csatlakozott a csapathoz. És én úgy gondoltam, hogy el fogok idén jönni. Nekem van egy kis boltocskám Budapesten, amit most bezártam, ez egy biobolt, mert úgy éreztem, hogy fontosabb, hogy része legyek ennek a törekvésnek, ennek a kezdeményezésnek, mert talán akkor még erősebben itt van ez a cél a szívembe. A mezőnyben az ország szinte minden tájáról képviseltették magukat. Érkeztek Egerből, Zalaegerszegről, Debrecenből, Budapestről, de volt, aki Ausztriából, Portugáliából, vagy éppen Brazíliából jött, hogy erősítse a békelángját. Ez a mozgalom is felhívja a figyelmet arra, hogy nekünk embereknek mennyi tennivalónk van annak érdekében, hogy akár a saját életünkben, de az utánunk következő életében is garantálni tudjuk azt, ami azt gondolom az egyik legfontosabb,
hogy békében és biztonságban nőjessenek föl nemzedékek. A rövid pihenő után Mohácsra indultak a futók a fáklyával, amit hamarosan átadnak majd a horvátországi csapatnak, hogy ők vigyék tovább a békelángját. A diákmunka vállalásánál a fiatalok számára a fő motiváció a pénzkeresés, a munkahely kiválasztásakor, ugyanakkor már a rugalmas munkaidő a legfontosabb szempont. Egy májusban készült online felmérés szerint. Utóbbit 172-15 évesnél idősebb fiatal töltötte ki. A válaszadók 96%-a jelezte, hogy a nyári szünet legalább egy részét munkával töltené majd. A fiatalok 85,5%-a a pénzkeresést jelölte meg fő motivációnak. A felmérésben résztvevők mintegy 90%-a dolgozott már korábban is. A legtöbben idén-nyáron is a kereskedelemben helyezkednek el. A vendéglátást, turizmust a tanulók 53,6%-a választaná. A felmérésből az is kiderült, hogy a diákok számára a munkahely kiválasztásakor a rugalmas munkaidő a legfontosabb szempont, a pénz közel háromnegyedük számára kiemelt tényező. A héten 12 útvonalon elindultak az erdei vándortáborok, amelyekben 7000 általános iskolás és középiskolás diák ismerkedik meg a környezettudatos életmóddal, közölte a szervező Országos Erdészeti Egyesület. A közlemény szerint az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ által kezdeményezett és támogatott erdei vándortáborok küldetése, hogy minél több fiatal szerezhessen ismereteket és tapasztalatokat a magyar erdőkről. A pedagógusok által kísért 20-40 tagú csapatok közül az elsők a héten indultak el, az utolsók pedig augusztus 19-én érnek majd a 70-100 kilométeres túra végére. Ebben a szezonban már 36 állami erdőgazdaságok által biztosított táborhelyet használnak a diákok, ezek között erdei kulcsosházak és nomád helyszínek egyaránt megtalálhatók. Idén is meghirdeti nyaralókártya programját a rendőrség. A hatóság szerint Szekszárdon és Pakson is ki lehet tölteni az adatlapot. A címek megadását követően az egyenruhások rendszeresen ellenőrzik majd az otthonokat, amikor a tulajdonosok elutaznak nyaralni. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság Domboriban hívta fel a figyelmet a nyári időszak veszélyeire, például a lakás- és nyaralóbetörésekre. A helyszínelés képei 2020 májusából kifeszítette az árat a faajtón, így jutott be a különféle értékekért a betörő. Faddomboriban akkor egy hét alatt 6 nyaraló betörés történt. Egy 42 éves férfit fogott el a betörés sorozat után a rendőrség. Kiderült, általában gyalog ment, de ahol biciklit talált, ellopta, hogy a zsákmányt azzal szállíthassa. Szomszédba paksi tulajdonosok vannak. Ő hozzájuk is szintén a faházba törtek be, ott is elloptak jó pár dolgot. Paksi áldozata is volt a nyaraló betörőnek, a rendőrség szerint a nyár alkalmával számos veszély leselkedik az otthonokra, nyaraló épületekre egyaránt. Éppen ezért idén is elindul a nyaralókártya program Szekszárdon és Pakson is. Aki nyaralni megy és a rendőrség segítségét kéri, ők egy adatlapot tudnak kitölteni, természetesen saját adatokkal, illetve a nyaralásukról szóló adatokkal, időtartam és helyszín, valamint kontaktok, ezt le tudja adni a rendőrségen, és az előbb említett módon itt is a kollégáim az útvonaltervükbe beépítik, és időnként ránéznek ezekre az ingatlanokra, ami azt gondolom, hogy a szabadságukat töltő emberek számára egy megnyugtató intézkedés lehet. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság Faddomboriban várta az érdeklődőket a mobil bűnmegelőzési centrummal. Itt a fürdőzők is hasznos tanácsokat kaphattak az értékvédelemről. Azzal kezdeném, hogy a törölköző az nem értékmegőrző. A törölköző alatt elhelyezett drága telefon, ékszer vagy jelentős pénz sajnos nincsen biztonságban. Mindenkinek azt javasolom, hogy vagy ne vigyenek ilyeneket fürdeni, vagy helyezzék ezeket a kihelyezett értékmegőrzőkbe. Az idegenforgalmi szezonnyitó kitelepülést azzal a céllal szervezte a kapitányság, hogy rávilágítsák a nyaraló vendégek figyelmét a bűn megelőzésre. Ebben a munkában egyébként a hatóság kerékpárral közlekedő kollégái is segítkeznek a vízparton. Idén rekordszámú nevezést regisztráltak a Virágos Magyarország versenyen. 349 település, közöttük 33 határon túli magyar közösség, összesen 452 pályázattal nevezett be a június 15-én zárult megmérettetésre.
A rövidesen induló több mint 150 kertész és tájépítész szakember közreműködésével zajló zsűrizést követően az őszi ünnepélyes díjátadón derül ki, hogy mely közösségek kapják az elismeréseket, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A növekedésnek csak a pandémia szabott gátat, az elmúlt két évben nem volt lehetőség a versenyt a hagyományos módon megrendezni. Idén azonban a Virágos Magyarország visszatért hagyományaihoz, és újra 5 települési kategóriában, a kisfalvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig várták a pályázatokat, melyeket személyes látogatás során értékel majd a szakmai zsűri. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a víz mellett sétálókat, strandolókat, kirándulókat és nyaralókat, hogy sehol és semmivel ne etessék a vízi madarakat. A madarak etetése felesleges, különösen nyáron, amikor korlátlanul találnak maguknak táplálékot. Táplálásuk ráadásul tömegesen sodorja veszélybe és betegíti meg az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek, közölte az MME hétfőn. Mint írják, a vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus téli etetőket látogató énekes madarakétól, ezért etetésük az énekes madarakéval szemben nem hasznos. A vízimadarak etetése öngerjesztő probléma spirálként jelentkezik, a nyáron etetett madarak ugyanis ősszel nem vonulnak el. Immár 18. alkalommal rendezték meg a hétvégén a Várraljai Kugló Fesztivált. A hőség ellenére is sokan látogattak el a parkerdőbe. A rendezvényen volt minden, ami a fesztivál hangulathoz kell. Körhinta, játékok, csillámtetoválás, különféle árukat és ételeket kínáló bódék, illetve színpadi műsorokkal szórakoztatták a résztvevőket. A Várraljai Kuglóf Fesztivál fő attrakcióját, a lakodalmas kuglóf tésztáját gyúrják az asszonyok, de bárki csatlakozhatott és kipróbálhatta a dagasztást. A sütemény története egészen a régi időkre vezethető vissza, amikor 300-400 fős esküvők voltak a faluban. Ilyen alkalmakkor legalább 200 kuglófot készítettek. Fahéjas cukrot kevertek, amit egy nagyon kevés kakaóval megszíneztek. Erre a tészta alapra még mazsolát szórtak, amit ugye előzőleg tejbe vagy rumos vizes állapotba megáztattak és kinyomkodtak. Ma ugyanígy készítjük ezt a finomságot. Idén már 18. alkalommal rendezték meg a programot, aminek a Várraljai parkerdő adott otthont. A nap során különböző versenyek zajlottak, illetve délután a színpadon kulturális szórakoztató programokat vonultattak fel, egyaránt felléptek hagyományőrző együttesek és könnyű zenei formációk is. Szibert Éva polgármester elmondása szerint a fesztivál egy egyszerű falunapból nőtte ki magát országosan is ismert rendezvényé. Az előttem lévő polgármester Filcinger Ágnes és Potapi Árpád Jánosnak is nagy szerepe volt abban, hogy kitalálták azt, hogy ezt a lakodalmas, várajai lakodalmas kuglófot ez köré fel kéne építeni egy fesztivált. Volt a faluba akkor már Juniális néven futott, illetve falunap valamikor régen, és akkor ők megálmodták, hogy akkor legyen. Azóta pedig minden évben megrendezik a Várraljai Kuglóf Fesztivált. Regionális híreink következnek. Kevés pénz, megbecsülés, feszültség, észszerűsíteni kell a buszhálózatot Pécsen. Fóka bébi született a pécsi állatkertben, elkerítették a családot, hogy ne érje őket stressz. Finom és egészséges, vadhúsfőző versenyt tartottak Fonyódon. Kevés a pénz és nincsenek kellőképpen megbecsülve, ami feszültséget okoz. Ezt érzik a buszvezetők a pécsi közösségi közlekedést bonyolító önkormányzati cégnél. Tudtuk meg a Tüke busznál működő szakszervezet elnökétől. Ráadásul sofőrhiány van az egész világon, ami tovább súlyosbítja a helyzetet. A szakszervezet szerint észszerűsíteni kellene a pécsi buszhálózatot.
Elindult az egyik helyi járatos autóbusz az uránvárosi végállomásról. Itt történt korábban, hogy az egyik sofőr munkaidőben megverte sofőrtársát a hírek szerint. Ezért kirúgták, amit a buszvezetők helyeseltek akkor. Majd jött egy váratlan fordulat, tudtuk meg a szakszervezeti vezetőtől. Mélységesen elítélik ezt a cselekedetet, és ennek ellenére az elkövetőt a társaság visszavette csekély fél év alatt, amit a gépkocsi vezetők hát nem néznek jó szemmel, legalábbis a nagy százalékuk nem néz jó szemmel. Én mindig azt mondtam, és úgy gondolom, hogy nem csak a pénz, hanem a megbecsülés is számít, de nem csak a gépkocsi vezetők, hanem minden munkavállalónak, és úgy érzik, hogy ebben az esetben hát nem kapták meg a megfelelő megbecsülést. Ez feszültséget okoz. Közben gépkocsi vezetőhiány van, ezért a cégek mindenkit alkalmaznak, akinek megfelelő jogosítványa van. De nem csak Pécset, hanem egész Európában, sőt az Egyesült Államokban és Kanadában is. Nincs utánképzés, gyakorlatilag ez a szakma nem megbecsült. Egy autóbuszvezető, gyakorlatilag mindenki a főnöke. Ha csak a tükebuszt nézzük, minden utas a főnök, itt mindenki főnök, mindenki követel, követelmények vannak, amit nagyon nehéz betartani, és sem anyagilag, sem erkölcsileg nincsenek megfelelően megbecsülve a gépkocsi vezetők. A szakszervezeti vezető azt mondja, a fonódó hálózat nem jó Pécsen, ezen változtatni kell, amit indokol a sofőrhiány is. Mi javasoltuk, de már évekkel ezelőtt javasoltuk azt, hogy csökkentsük a teljesítményt, a kibocsátást, mert nincs erre szükség, át kell írni, racionalizálni kell, a vonalakat át kell vizsgálni, a követési időket át kell vizsgálni, ezt mind meg kell csinálni, és figyelembe kell venni a gépkocsi vezetők létszámát is. Sok éjszakai járat nem kihasznált, célszerű lenne megszüntetni ezeket, de napközben is lehetne észszerűsíteni. Így kisebb teher lenne egy-egy buszvezetőn, mondja a szakszervezeti vezető. Elkezdődött a levendula szezon Somogyban is. A rendkívül sokrétű virágos növényből készülhet szörp és nyugtató illóolaj is. Egy mosoly a hintán, és készülhet a fotó a levendulásban. Már délelőtt sokan érkeztek és szedték a gyógynövényt ezen a somogyi birtokon. Pécsről jöttük és szeretjük Körösjegyi levendulást. A 6 éves kislányom is nagyon szereti. A birtokra az ország távoli pontjáról is kíváncsiak voltak. Pestről jöttem, imádom, nem ez az első alkalom, hogy itt vagyok. Nagyon szeretünk ide járni idegnyugtatónak, kirándulásnak, de legfőképp ugye a levendula a nyugtató hatása miatt. Ilyenkor június elején az úgynevezett francia levendula virágzik, az angol kicsit később. A több 10 hektáros területen mindegyikből lehet válogatni, sőt, finomság is készülhet belőle. Maga a francia levendula, hogy az a fő telepítésünk, első telepítésünk, még a tihanyi szaporításból van, ugye gyógyhatású gyógynövény, de ezt rakjuk például, hogy a szörpöt is ebből főzzük, valamint lekvárokba, ez a mi két fő élelmiszer termékünk. Maga a lekvárba a virágházát, a virágját szórjuk bele, és avval ízesítjük, de kekszeket, süteményeket is nagyon-nagyon sokan csinálnak belőle. A levendula egyébként remek az álmatlanságra, javítja a hangulatot, enyhíti a depressziót és a szorongást. Görcsoldó hatású, ezért puffadás és emésztési zavarok esetén is hatékony. A következő hetekben még aratásig számos helyen lehet szedni belőle. Fókaborjú született a pécsi állatkertben június 15-én. A család medencéjét ezért nem látogathatják a megszokott módon a zóba érkezők. A szülők védelme alatt jól fejlődik a kicsi, a stresszmentes környezet biztosítása is szükséges ehhez. Jelenleg még nem tudják a gondozók, hogy fiú vagy lány az új jövevény, de nevet már adtak neki. Sütkérezik a bébifóka pécsi állatkertben. Június 15-én született az új jövevény. Ezt a kordont állították az állatok medencéjéhez, hogy ne háborgassák túl közelről a látogatók a fóka családot. Eredetileg körbejárható medence, ezt szüntették meg a kicsi születése után. Fennáll annak a veszélye, hogyha körbeállják a látogatók, akkor olyan helyre viszi az anyuka a gyerekét, ahol nem nagyon látszanak, és ugye felesleges stressz éri őket. Ezért úgy gondoltuk, hogy a kordont majd szépen fokozatosan fogjuk beljebb pakolni, és hát ez biztos, hogy egy időigényes dolog lesz. Én azt mondom egyébként, hogy így most a jelenlegi helyzetben az anyaállat, illetve a gyerek is jól érzi magát, mert ugye megvan az a biztonságos távolság. A gondozók azonban folyamatosan
figyelik a kicsi fejlődését. Az etetés az jól működik nála, gyakorlatilag a teljes műszak alatt felügyelet alatt áll az állat, és folyamatosan nézik, hogy eszik-e a picike. Többször is látták már szopni egyébként, tehát ez azt jelenti, hogy Donka is megfelelően látja el az anya feladatait, illetve a picike is tudja azt, hogy mi az a teendő, amit neki csinálni kell. Rendkívül kíváncsi, tehát hogyha hasonlítani kéne, akkor tiszta apja, nagyon, nagyon szociális, kedves, rendkívül kíváncsi, az egész kifutót bejárta már. Az anyafóka, Donka egy németországi állatkertből érkezett Pécsre. Bonifác az apa Nyíregyházáról. Érdekesség, hogy a szülők egy évben is egy napon születtek, 2015. július 16-án. Még nem tudni a borjúfóka nemét, mert az anyja annyira félti, hogy nem enged hozzá közel senkit. Azt viszont már elhatározták a gondozók, hogy Mannának fogják hívni a kicsit. 23 csapat részvételével szervezték meg az első vadhúsfőző versenyt Fonyódon. A programra az ország minden részéről érkeztek nevezések. Ez egy tárkonyos, nagyon pikáns, gyömbérrel, citrom, fehérboros, paprika nélkül készült számos. Úgyhogy a hagyományoktól eltérünk. A különleges fűszerezésű vadpörköltet mutatja az egyik amatőr szakács. Ők a gyömbér és a tárkony mellé még tejszínt is tettek, ezzel sűrítették be a levet. A somogyi vadászhölgyek pedig krumpli gombócot főztek a vadlébe. Rámszarvasból készült most első körben, ugye azt kaptuk a verseny alkalmából. Szalonna, sonka, füstölt sonka, nagyon sok fajta fűszer, boróka, mint majdnem minden vadételbe. Mustár, kapor, és még eztán krumpli gombóc, ami elengedhetetlen, és még jön bele tejszín és tejföl a végén. Rajtuk kívül még 22 csapat készített a vadból különlegességeket a fonyódi kikötő előtti téren. Szeretnénk bemutatni, hogy a vadhúsnak ugye mennyire természetes és egészséges étkezési kultúrája van, és azért nem a gimszarvast választottuk, hanem a dámszarvast, mert a dámszarvas igazából tele van omega-3 vitaminokkal, tehát nem csak a halról beszélünk, és magas fehérje tartalma van, és igazából egy kicsit szeretnénk a köztudatba is bevezetni. A versenyre az öreg Laki vadfeldolgozó biztosította a csapatonkénti 5 kg dámhúst. A mesterszakácsokból álló zsűri elégedett volt a vadételekkel. Van itt legalább 3-4 csapat, ami nagyon rutinos. Azok nem egy ételt főznek, hanem 3-4 ételbe is belekezdtek, és ők rutinosok, tehát szívvelélekkel csinálják, viszont itt a ifjabb titánok, tehát az új csapatok, akik azt mondják, hogy igenis, most a miénk az még jobb lesz, tehát nagyon kemény munkája lesz a zsűrinek. A szakmai zsűri nem csak az ízeket, hanem a tálalást és a köretet is bírálta. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. A hőségben akár 50 fokra is hevülhet az autó, 10 perc is elég a tragédiához. A Duna mentén viszik a békelángját, 3000 kilométert futnak a Peace Run önkéntesei. Szezonnyitó kitelepülés, idén is meghirdeti nyaralókártya programját a rendőrség. 18. Váraljai Kuglóf Fesztivál, tésztát is dagaszthattak a résztvevők. Szerdán napközben ismét füllett, meleg napsütéses idő lesz, erős UV-sugárzással. Késő délután megint egy hideg front érkezik, kora estig nem valószínű csapadék, majd estétől egyre több felé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!